Szeretettel köszöntöm a kedves együtt gondolkodókat! A 71. alkalomhoz érkeztünk. Sok minden témát sikerült szóba Éppen a 10. parancsolat tárgyalásánál, a 9. parancsolatnál tartunk hátra, még az utolsó, a 10. parancsolat, hogy arról is részletesebben beszéljünk. De belefogtunk a bibliai jövendőrések vizsgálatába is, a korunkra nézve legfontosabb kijelentések, főleg Jézusi kijelentések vizsgálatába, hiszen úgy indítottuk el, csak nem három hónappal ezelőtt sorozatunkat, hogy hivatkoztunk Lukács Evangélium a 21. fejezet 11. versére, melyben Jézus azt mondta, hogy majd lesznek földindulások, éjségek, dökhalálok, vagy mai szóval járványos betegségek, rettentések és nagy jelek az égből. Csak ebben az egy mondatában Jézus öt dolgot jelölt meg, és az öt dologból mi csak kettőt próbáltunk kiemelni, a járványos betegségekre való hivatkozást, és az ahhoz nagyon szorosan kapcsolódó rettegtetéseket, vagyis hogy óriási félelem söpör végig majd az egész emberiségen, Később ugyanez Evangélium 21. fejezetében Jézus beszél arról, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, mindazok várása miatt, melyek a világra következnek. Tehát egyrészt a betegség, a járvány, hiszen a legtöbb ember az egészséget tartja a legfőbb értéknek, csak egészség legyen, semmi más szokták mondani és az ezzel kapcsolatos ijedelmek, félelmek, aggodalmak, amelyeket aztán természetesen nem csak a körülmények erősítenek, hanem a világszerte eluralkodó hírközlés, a média világa, ahogy szokták mondani, amely nagyon erőteljesen felerősítette, az ezzel kapcsolatos jelenségeket és ezek bemutatását, sokszor olyan csalásokhoz is folyamadva, amelyek elképesztőek voltak már akkor, de most még az emlékezetben meggondolva is azok, hogy évekkel azelőtti felvételeket vágtak be ö, olyan híradások címén, hogy halottak a temetnek, hogy tömegesek a halálesetek és a félelem valóban úrrá lett az emberiségen, legalábbis erre a néhány hétre, vagy két-három hónapra. A járvány jelen pillanatban 2020. júniusának végén, amikor Székelyföldről gondolataimat közlöm, hiszen itt kezdődik egy táborunk, a jelen pillanatban Dél-Amerikában és Afrikában tarol. De beszélnek már a járvány második szakaszáról, tehát hogy jön a mutáns változat, és Kínából útnak indult, és már Törökországnál jár a járványnak a második része. Nem tudni, hogy az emberiség belecsömörlik-e, vagy a félelem egészen a végletekig fajul-e ilyen esetekben, amikor egy nagyon komoly, Egyéni életekben, társadalmi életekben és komoly leállás után, most, mint egy, egy újabb hullámverése jön ezeknek az eseményeknek. Sok mindenről beszéltünk, és kell is beszélnünk, mert a közös gondolkozás alapja az, hogy hozzuk szóba a jelenségeket, próbáljuk körüljárni, ne csak csőlátással, ne csak az irányított figyelemmel, hanem ahogy egy körnek 360 foka van, próbáljuk körbejárni ezt a 360 fokot, és minden fontos jelenséget így tenni mérlegre. Azt is hangsúlyoztam az eddigekben, hogy mérlegre került a világ, az egész világ, az életünk, a hétköznapjaink, az életmódunk, a felfogásunk is, és azt is, ahogyan követjük azt mérlegre került a társadalmaknak az állapota, mérlegre került az egész emberiségnek a jövője, hiszen egy olyan civilizációt ért ez a válság, mely egy nagyon magas rendű civilizáció, de néhány pillanat alatt szinte egy kis vírus hatására összeroppanni látszott, jelen pillanatban óriási a munkanélküliség, Amerikában már meghaladta a 25%-ot, ahol legjobban tarolt ez a járvány, több mint 100 ezer ember veszítette életét. Persze itt sem lehet tudni, hogy konkrétan a koronavírus következtében, vagy krónikus betegségekben elhalt embereknél is kimutatták a koronavírus, de nem ez volt az oka, közvetlen oka a haláluknak. Szóval rendkívül sok információ, rendkívül sok egymásnak ellentmondó vélemény, született meg ez idő alatt. Én is miközben Közös gondolkozásra hívtam a kedves résztvevőket, legalább 8-10 más megszólalást követtem végig talán hadd ne soroljam ezeket, aki tájékozódott a világhálón, az láthatta, hogy orvosoktól, közgazdászokon át, politikusokig hányan nyilvánítottak véleményt, csak magyar fertájon is nagyon komoly vélemények hangzottak el, illetve komoly gondolatmenetekbe bocsátkoztak bele. Az utóbbi időkben, a, mivel hát a járványnak az oka, a koronavírus oka jó részt ismeretlen, bár sokan feltételezik, hogy azért gonosz ez a vírus, mert úgy állították elő laboratóriumban, nem egészen a természetnek az ajándéka, hanem egy eddig még ellenszert nem találó vírus, a HIV-vírus, a szárvírus bevonásával, állították elő a koronavírusnak ezt a változatát, amely koronavírus azért már az 1960-as évek óta ismert. Tehát ettől elkezdve a közgazdasági kérdéseken át a világ magasrendű civilizációjának megroppanására, és a jövő nem lesz már ugyanolyan, mint a múlt szlogenék bezárólag, Oly sok minden kavarog a levegőben, és jelen pillanatban, ahogy említettem, inkább a közgazdasági részt, az államok fennmaradásának a részét alkotják a legsúlyosabb vélemények, hiszen úgy tűnik, hogy növekszik a munkanélküliség, úgy tűnik, hogy a nyugati civilizáció, amely 1% embert mozgósít az élelmiszerek előállítására, 15 ember dolgozik az iparban, ez az amerikai statisztika, de 84 a szolgáltató iparból él, tehát a nyugati ember egymásnak csinál olyan dolgokat, amelyekről talán a harmadik világ embere nem is álmodik, a harmadik világ emberének egy falat nem jut a szájába naponta, továbbra is több mint 50 ezer gyermek hal meg naponta, a nyugati világ emberei pedig egymásnak kedveskednek persze búsás fizetségért, hogy ilyen és amolyan szolgáltatásokat végezzenek. Lehet-e ilyen időben másról beszélni, mint legfőbb dologról, mint a pénzről? A pénzről előttem van egy általános iskolai osztály Nyugat-Dunántúlon. Meghívtak egyszer egy felekezeti iskolába, most hadd nem mondjam melyik felekezeti iskolájába, van ennek már 10-15 éve is, egy hittan órának a megtartására, és én azt a kérdést vetettem fel ezeknek a 13-14 éves fiataloknak, hogyha ők hittan tanultak, és hát a hittanon belül azért a Bibliát is megilleti egy bizonyos hely, ugye sokan nem tudják, hogy a hittan nem egészen a Bibliáról szól, hanem inkább a felekezetek önazonosságát próbálja a lendő követői elé állítani, de hát azért a hittan órákon is visszanyúlnak legalábbis a Bibliához, vagy bizonyos részeit a Bibliának nyilvánvalóvá teszik, tehát föltettem a gyerekeknek a kérdést, hogy ha itt hittan tanultak éveken keresztül, hányszor beszéltek a pénzről, hogy a Biblia mit tanít a pénzről, vagy Isten igéje mit szól a pénzgazdálkodásról. Magam előtt látom az elképet arcokat, mintha a gyerekek azt mondták volna, hogy hát ilyenről van szó a Bibliában, nem tetszik viccelni velünk akkor biztosítottam őket, hogy csak nem három ezer alkalommal hozza szóba a Szentírás a pénz kérdését, mint mindent megszámoltak, és a 20 xxi század, ugye a statisztikának az évszázada, mindent a statisztikán mérnek le, még az igazságukat is a statisztikával akarják alátámasztani és amikor továbbra is láttam elképedésüket, hogy ilyen nagy számban beszél, hogy hogy szerezzük meg a pénzt, hogy osszuk be a pénzt, hogy takarékoskodjunk, adhatunk-e kölcsönt, vállalhatunk-e kezességet, vagy egyéb dolgokat, akkor elkezdtem velük játszani. És elindítottam egy bibliai mondatot, amely ebbe a tárgykörbe vág, és kértem, hogy fejezzék be, elindítottam azt a mondatot, hogy aki hirtelenül akar meggazdagodni. Mondom, így kezdődik egy bibliai mondat a Példabeszédek könyvében. Aki hirtelenül akar meggazdagodni. Hogyan van a folytatás? Mit gondoltok, gyerekek, hogy fejeződik be ez a Bibliában? Hát próbálgattak találgatni, hogy az nem jó dolog hirtelen meggazdagodni, vagy veszélyek járnak ezzel, vagy ez és ez. Mondom, ezért kell a Bibliát szó szerint és pontosan megegyezni, mert a Biblia nem úgy általánosságban beszél, hanem nagyon konkrétan, és még a, a konkrét dolga is annyira általánosak sokszor, hogy érdemes megegyezni, mert az egész életünket képes megvilágítani. Nos, hát ennek a mondatnak ez a befejezése, aki hirtelenül akar meggazdagodni, az büntetlenül nem marad. Vagyis már a gondolkodásban vessük el azokat a lehetőségeket, hogy mi gyorsan akarunk pénzhez jutni, és hirtelen akarjunk meggazdagodni. Hogyan is mondta -e ezt minden költőink egyik legnagyobbik Arany János, paraszti a maga egyszerű, de erre az egyszerűségre az idők végéig szükségünk van észjárásával. Ezt mondja egy nagyon nagy versében a Gondolatok a Béke Kongresszus felől című 1850-ben írt versében, ugye, amely az európai szabadságmozgalmak leverése utáni béketárgyalásoknak, Mondhatnám, olyan volt ez, mint az első világháborút lezáró versailles Trianoni békeszerződés. Ennek az emlékére írta Arany ezt a versét, és ebben szerepel ez a mondat, mikor munka és vagyon egymástól messzi esnek, s a tökérevit csalást mondhatni rendszeresnek. Döbbenetes ez a néhány sor, tökérevit csalást mondhatni rendszeresnek szinte azt mondhatnánk, hogy ez mai íródott 2020-ban, ez a mai világnak a krédója is. Becsapni egymást, becsapni a világot, hát ha a világ azt akarja, hogy csapjuk be, hát csapjuk be, mondja a 18. századi latin mondás, si mundus vul decipi decipiatur ergo, ez egy modern kori latin mondás, mennyire félelmetes és mennyire gonosz mondás ez, hogy az egész világ becsapáson alapul. Írtózatos hazugság mindenütt, ahogy Vörösmarti hördül föl a gondolatok a könyvtárban című versében. Igen, ezt a Biblia három évvel ezelőtt már leírta, örök tanúságul, csak mit tegyen a jó Isten, ha az emberek nem olvassák a szavát. Azt mondják az emberek, hogy hisznek ő benne, mi Istenfélők vagyunk, mi keresztény civilizációban élünk, de hogy mit mond az Isten az élet egyik leghétköznapi dolgáról, hogy aki hirtelen akar meggazdagodni, az büntetlenül nem marad, ez senkinek nem jut eszébe, és úgy fog hozzá tervezéshez, megvalósításhoz, hogy belemegy ebbe a zsákutcába? Hát a gyerekek nagyon elképettek, láttam, hogy hat, hatnak ezek a bibliai kijelentések, mondtam már a következőt, szegénységet ne adj nekem. Tényleg ilyen is van a Bibliában, szegénységet ne adj nekem, földerült a gyerekek arca, de mondom, gyerekek, itt vesző van, és a mondat úgy folytatódik, hogy gazdagságot se adj nekem hát ekkor eléggé lekonyultak, lelombozódtak, de mondom, gyerekek, itt még mindig vesző van, még mindig nincs vége ennek a gondolatnak. Van a Bibliában olyan kijelentés, hogy legalább nem kettő, három ízületből is áll, szegénységet ne adj nekem, gazdagságot se adj nekem, táplálj engem hozzám illendő eledellel. És aztán megmondja az okát is, hogy elszegényedvén meglátkozzuk az Istent, vagy meggazdagodvan el ne felejtkezzünk Istenről, hiszen minden jó és tökéletes adomány felülről származik. Ami jó van az életünkben, az, ahhoz Isten segít hozzá, Isten adja, ezért ne borítsuk fel a gondolkodásnak és az életmódnak az értékrendjét. Hát a gyerekek itt már ízelítőt kaptak abból, hogy hogy lehet gondolkozni, hogy szegénységet se adj nekem, tehát gazdagságot se ad nekem, tehát nem az a fontos, hogy most szegény vagy gazdag, az a fontos, hogy az élet egy adott helyzetében, ha szegények vagyunk, vagy inkább a szegénység övez bennünket, annak a keretében is lehet jól élni, hogy szokták mondani még az én gyermekkoromban, a tisztes szegénység a megfelelő helyzet ahhoz, hogy például gyerekeket neveljünk, hogy el ne kapassuk a gyerekeinket, hogy meg ne adjunk mindent a gyerekeknek, mert az rendkívül rossz, ha a gyerekek úgy gondolnak erre a világra, hogy a világnak csak egy feladata van őket kiszolgálni. Néked, mert kása többet nem jutott, kára a világot rossznak mondanod. Te vagy ő érte, és nem ő te érted mondja vörös sándor és mennyire nagy igazság ez persze a világtól is várunk valamit a természettől a társadalomtól no de ez olyan mint a jó házasság hogy annyit várhatunk tőle amennyit beleadunk ha nem adunk bele akkor mit várjunk belőle és a gyerekek egyre inkább értékelték ezt, mikor folytattam tovább, már szinte el tudták fogadni, hogy nem is arra kell törekedni, hogy gazdagok legyünk, hiszen a gazdagságban sokkal több a veszély, mint a szegénységben. Én még több tisztességes, szegény emberrel találkoztam, mint tisztességes, gazdag emberrel, és a gyerekek a maguk is tapasztalat alapján is bólongattak erre. Tehát érdemes nekünk is ezt a több mint 2700 bibliai kijelentést megvizsgálni, hogy a Biblia mit mond a pénzről, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Vigyázzunk, nem a pénz minden rossznak gyökere, itt is hallatlanul pontos a Biblia, itt az első Timótaus levél hatodik fejezetében, minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mert a pénz csak eszköz, nem cél. Az eszközbe meg nem jó, ha szerelmesek vagyunk. Szerelmes az ember az életbe egy másik valakibe kell, hogy legyen, akivel összeköti az életét, akivel családot képez, a pénzszerelme rendkívül veszélyes dolog, aztán folytatja itt is tovább, Pál leírja szinte mikroszkópikus pontossággal, hogy aztán ezt űzve, a pénzt űzve, sok-sok fájdalommal által szegezik magukat az emberek, sok bajt zúdítanak magukra, de hát nem a világ adja, nem az Istenség adja ezeket a bajokat, magunk szerezzük a bajokat magunknak azzal, hogy az eszközt tesszük céllá, ami azért nagyon komoly felborulás. Nos, hogy ezt ne tegyük, induljunk el itt a 9. és 10. parancsolat határán egy kis körutazásra, és nézzük meg a Biblia szerint, hogy hogyan is élhetünk jól anyagi javainkkal, amelyeket mindenkinek megad az Isten, hiszen mindenkit Isten táplál ezen a világon. Mindenki Isten vendége, hogy Kosztolányi mondja a híres versének, a hajnali részegségnek a végén, hogy valaki nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Nem ismeretlen ez az úr. Ha ennek az ismeretlennek tartott úrnak megvizsgáljuk a szavait, a kijelentéseit, amelyet 1600 éven át profétáknak, apostoloknak közvetített a lélek által, és ezeket befogadjuk, ezeket latolgatjuk, hogy milyen igazságok ezek most is két-három ezer évvel a megszületésük után is, akkor az lehet az érzésünk, hogy maga az Isten szól hozzánk. És ha maga az Isten szól hozzánk, micsoda óriási kiváltság ez. Nem kellene odafigyelni. Ha már nem figyelünk oda erkölcsi dolgokra, a szeretet, a jóság, az igazságosság kijelentéseire, Hát akkor figyeljünk oda arra, ami a mi világunkban a legnagyobb bálvány, a pénz, mert nem a pénz a nagy probléma, hanem a pénz szerelme. Folytassuk tovább majd itt közös gondolkodásunkat. Köszönöm a mai figyelmet.